Hello mindenkit, viccelek és az UVF. Azaz unatkoztam, videóztam, feltettem. Ez még a gameplay-em, hogyha jól tudom, 19. rész lesz. És képzeljétek el, mekkora nagy szerencsém volt, feljöttem egy szerverre, beindítottam a Frapset, ugye, hagy melegedjen be addig, mire már kellene felvenni. De mondjuk ez csak hülyeség volt, tehát elindítottam, elkezdődik a kör, azt én vagyok itt a Saxton Hill, de nem is akármi, hanem a, várjatok, nem lesz, de igen, Ninja Spy. A Ninja Spy-ja vagyok, nem vágom pontosan, hogy mit tud, de azt hiszem, bír ugrani, ho-ho, az már jó. Szóval bír ugrani. Akkor oda kellene feljutni, azt hiszem, hogy bírek is magammal kezdeni valamit. Na, ugorjál. De nem ide, ah. Aha, jó van, mindjárt megkapod. Bocs. Bocs. És most pedig ti fogtok jönni. Anyás! Ez mi volt? Jó, hogy ez a haverom volt. Nem mindegy. Most nem jött neki össze. Jó, tudom, hogy halálig egy igője volt, csak hát most nem tudom megölni. Ezt most inkább hagyom. Na, szóval akkor kicsit beszéljünk a dolgokról. Kicsit lehet Kicsit lehet később fog ez a videó felkerülni, mert egyik barátom mutatott nekem egy jó kis TF2-s oldalt, ahol lehetett trédelget, meg ilyesmi, úgyhogy most ott el voltam, egy kicsit most később ez az egész minden. Úgyhogy bocs. Na, itt most mit tudom, ugye tauntom? Közelebb megyek hozzájuk, azt meg is csinálnám ezt a tauntos dolgot, hogy tudjam azért, hogy mit csinálok vele. Na, mondjuk itt vagytok. Felugrok ide. A bekábítja őket. De ez nekem vajon megérte? Ja. Úristen, ez mekkora. Ez kicsit nem voltam úgy lap, hogy berobbantuk, még mikor ott se voltam. Úristen. Na, ez tényleg kicsit lop volt. Itt egy spy, de most nem nagyon érdekel. Ez az, király vagyok. What? Na, bírok pontot is foglalni, de természetesen játszok azért még velük. Tehát nem fogom itt elfoglalni. Amúgy most ez a videó eléggé nagy csöndben indult, tehát nem is beszéltem még semmiről, ez egy spy volt. Szerintem ide futhatott. Hát ja. És nem nagyon volt még semmi téma. Hát mit mondjak? Mondok egy viccet. Hó. Hány patkó van egy lovon? Na? 4? Nem. 0. Mert a ló van a patkón. Ha ha ha. Jaj, de vicces ló. Na. Ott lő. Ez haláli volt, azt vágom, de mindegy, ez van. Itt van valahol, itt van! Ennyi! Hú, de kemény vagy te itt, ajaj. Hoppá! Menjél már fel! Nem menekülünk? Hát, menekültünk volna. Na, 2 maradt. Szerintem 2 spy. Merre vannak? Hát, ha valaki tudja. 2 engineer van. Lol, én spyra számítottam. Na. Ezek szerint tauntolni fogok. De rossz, ott ég egy cigi, ez tetszik. Na, valaki már megint rám írt. Baró. Mindegy, leszarom. Ott füstöl a cigi, ezt tetszik. Aha! De rossz, amúgy rájöttem, vagyis nem én jöttem rá, hanem egyik barátom mondta, mi az a gömb, amitől kriteket lőnek. És az nem más, mint egy ilyen plugin a szerveren, hogy úgy mondjam. Ilyenkor elvileg bírok ilyen nagyot ugrani hozzájuk. Ja. Szétcsapok itt közöttük. Jó.
Ne már, hé, shit! Bob, ez most mi is lenne? Not our finest moment. Hoppá, nem itt kellene bejönni. Baromira jó ez a pálya, azt is aztán mondhatom. Meg jó, hogy legalább nincs az pálya, vagy is visszabírtam jönni a pályára. Amúgy eléggé hülyén fogja a kést, kardot, vagy nem tudom mi ez, de mindegy. Na merre van? Bár ki az a hülye, aki most itt szarakodik velük, mindjárt emlék, ezt elfogom a pontos cső. Na, kis esélyt azért hagyok neki, hát ha akar jönni. Nem jön. Kó, cső. Bocsász. Csináljunk egy képet. LOL, az aztán akar. Az is mindig a legjobb helyen van amúgy. Na. Noob, LOL, sír itt a gyerek, hogy izé elfoglalta a pontot, mivel kempelt. Ja igen, szereztem egyébként egy új izé közelharcit, ez az atomizáló. Izé, három ugrást ad. Ja, amúgy egyik haverom most elvileg medik, igen, és healálni fog, hogyha szólok neki, úgyhogy bocs, hogy esetleg néha majd fogok ilyeneket mondani, hogy Corvus healálj, vagy valami Dávid healálj, vagy valamit akármit mondok már, hogy ha már segít akarja, akkor ez van. Három ugrásból van, felbírok oda menni? Ja. Ajjaj, már, jaj. Corvus healálj! Várjál, menjünk fel! Gyere! Pont itt jön a Saxton, gyere, siess! De ne lökjön már le ez a köcsög! Köcsögött és lelökött. De rossz erre, kritikus vagyok! Jól van! És... Hoho! Még ráér! Kellene lőszert szerezni. Na! Lőszert szerző körútra el kellene tényleg ugrani. Várjál, elugrok egy kis lőszerért, ha maradj itt. Visszatértem. Na, hol van? Jaj. Én biztos meghalt a demo, mert azért robbant fel. Várjál, megyek meg egy kört, te maradj itt. Na jól van, csak nincs a pisztolyba lőszerem. Na, el kell ugrani lehet oda a diszpenzerhez. Nézd, viccelek, mögötted van a lőszer. Van ott is közelebb. Amúgy nem megyünk át arra a szendvicsre, oda a szentrihez. De. Gyere. Amúgy pont jókor jöttünk, mert pont most jött a izé, Saxton. Látod? Nem bírok felugrani. De rossz. Nézd, itt ezen fogpiszkáló, menjél fel és úgy ugarjál. Isten. Én pedig felbírok ugrani egy ugrásból is, de tök nyolc. Lőszer, hoho. Na, itt most könnyebben lehet lőszert szerezni. Ha itt a fogpiszkálon, ahogyan elkezdesz felrohanni, akkor ugalj rá, és úgy fel tudsz jutni. Na, sikerülni fog? Oh my god.
Fú, hát ez is aztán tudás kell, már bocs. Na, akkor egyébként tényleg bocsánat, most nem nagyon tudok most úgy miről beszélni. Sajnos. Ja. Na, hol vagy? Most komolyan merre van? Elmegyek egy kis lőszerért. Jó. Hogy tudnék segíteni rajta, hogy feljusson? Nem, sehogy. Várjál, megmutatom. Nézd, ügynek. Várjál, itt van azt a Saxton. Amúgy láttad, neki futásból itt felfelé. Na, meg lesz. Hiszünk benned, Corvus. Mindenki biztos a Corvus. Ajaj. Anyád! Benyomja rám az Ubert, azt egyszer csak elmegy, vagy most mi van? Itt van rajta az Uber, örülök, hogy jaj, de jó, megmenekültem, mert most benyomta erre a másik sniperre. Össze szépen. Mindegy, amúgy igazából nem nagyon haragszok rá, de ez van, nem tudtam mit tenni, gondolom. Vagy egyszerűen csak megszakadt az a szar hatósugara a cuccosnak. Na, elfoglalja vajon? Na, mi lesz ebből? Nem bírja elfoglalni, de rossz. Amúgy most pályaváltás lesz? Ja, akkor ez most pályaváltás, úgyhogy itt most jön egy kis vágás, úgyhogy ja, bocsánat, mindjárt itt vagyok. Pillanat, és tényleg jövök. Na, itt lennék egy új szerveren, és nem fogjátok elhinni, sikerült pont ugyanarra a szerverre csatlakozni, ahol bizony van a kirakós, gyilkos, Jigsaw, fűrész, mit mondjak még erről. Itt van igen ez a kirakós, gyilkos, sikerült pont ugyanide visszajönni, ez azért egész jó. Én legalábbis örülök neki, ráadásul nem is akárhol, ez az egyik kedvenc pályám. Ez a bizonyos Menko pálya. Hát szerintem Scout-tal fogok itt játszani. Mert hogy egyébként nem tudom, még nem mutattam, de nagyon-nagyon kevesen vagyunk. És hát így esélyem sincsen más kasztal nagyon. Gondoltam még arra, hogy leszek Soldier-re. Tényleg vajon hány perc van még ebből a... Itt még 11 perc, mert azt még nem néztem. Gondolkoztam azon, hogy leszek Soldier-re, csak hát nem tudom, hogy tényleg... Nem tudom, hogy tényleg az úgy itt mennyire jó, hogy ilyen kevesen is vagyunk. Szóval, ja. Legfeljebb, hogyha majd többen leszünk, talán átállok. Hajrá, Jigsaw, hajrá! Hajrá, te vagy a kirakós gyilkos, nem halhatsz meg. Jó, szép. Ja, de... Az mi? Ez mi volt? 1v1 volt, azt ez meg itt újra született valahogyan? Na, ezt nem vágom, ez hogy született újra, de most komolyan. Tényleg létszős, hogyha valaki tudja, az írja már le nekem kommentben, hogy miért van az, hogy mondjuk 1v1 van, egyszer csak újra születik valaki az admin, és újraéleszti magát, hogy ez mitől van, mert azt itt tényleg nagyon-nagyon nem vágom. Most a Soldier az kritekkel szinte meg fogja egyébként ölni, mert úgy nagyon-nagyon könnyű. Na. Fú, úgy lennék Jigsaw-val, nagyon-nagyon lennék Jigsaw-val. Nagyon jó lenne. Én lennék a kirakós gyilkos. Úristen, de pró ez a gyerek. Úristen, nem bírja. Na, egy lövés és elveszti az egyik életét. Na, nem megy. Kölyök, nem megy. Úristen, ez röhelyes. Na, vége. Ennyi. Ez hogy? Ez a üstözás. Ez nem jó. Amúgy remélem, nem túl hangos a játék hangja. Jó, hát akkor sikerült a scouttal jönni. Brutal Sniper ez a kör, úgyhogy így most valamennyivel nehezebb lesz számunkra. Nem is láthatatlan a vacak szövegtől, Pigit bújt el, hogy amint jövünk, rögtön lecsapjon ránk. Nem. Körbe megy. Én nem is figyeltem, hogy ez körbe megy. Ott van, hoho, mekkorát lőttem bele. Egy lövésből rögtön 20-at sebeztem. Lol, ez is HP érett, akkor bocs. Bocs, hogy elvettem. Á, ezt már nagyon-nagyon elbuktuk szerintem. Hoppá, nem akarom magamra vonni a figyelmét.
Mit jött ki? Ez mi? Aha. Úgy van. Nem áll, de már megint nem hiszem el. Jó, most nem akarok ilyen, ilyen kis sértődős kis csajnak tűnni, meg ilyesmi, csak nem így terveztem, hogy ilyen mérföldeset fog ütni. Hú, hát ez szívás, nagyon szívás. Az most nagyon-nagyon sok idő lesz így. Ügy, mennyire szar ügy már. Legyek én is, mérnök. Ups, de szerintem én is mérnök leszek. Na de milyen felszereléssel ez, nem az? Sürgető az jó, pisztoly az jó, ponzon is jó. Jó. Na, 1v1. Úgy van, elővett a nyilat, oppá. Aztán elcsúszott a mikrofon, mert vetlőből megütöttem a fülest. Na. Na, lőd le. Úristen, mekkora, majdnem lelőtte ezt a csicskát. Kemper köcsöge. Nagyon uncsi. Olyan szar. Csicska köcsög kemperek vannak. Úristenem! Úristen! Noob Kemper! Hihetetlen! Ilyen csicskák vannak a világon. Na, öld már meg végre. Na, most nem tudod elővenni az izért? Fekete dobozt? Most már igen. Ja, hát ez stopás. Na, milyen csicska, nem bírja lelőni. És én most ugye a sniperre gondoltam, egy darab nyilába kerülne azt, hogy lelője, de amekkora láma, úristen. Ez már fáj, de most komolyan. Ilyen láma legyen, az hihetetlen. Na, elővette a kardot, na. Ez az! Végre! Végre! Úristen, végre! Hú, hát én kikészülök. Na, izé leszek. Mérnök vagyok most, ugye? Hova építkezzek? Nem tudom. Ott fog leesni, ott esik. Ezt tudom melyik Saxton. Ja igen, most kettő van, egy ilyen lövöldöző, és másik meg egy ilyen demómenes cucc. Na, de az se rossz, hogy kettő Saxton van 6 emberre. Érdekes lesz így ez is. Ott jön az egyik, hoppá, kellett már építeni egy szentrit. Ez szarügy. Ojaj, azt hiszem észrevett sajnos. Jó. Még nem követ? Ne is kövess. Ojaj, ez követ, ez bizony követ. Nem? De! Úristen, alig bírt leütni. De ez se volt így rossz, nagyon. Hogy egy ilyen köcsög itt engem leüt. Tényleg, mégiscsak jobb lett volna ez, Scout. Hát, ja. Úristen. Na, mit hoz össze ez? Ez szerintem már nem lesz túl nagy nehézség a Saxtonoknak. Na. Ah, úristen. Ez hihetetlen nagy. Na? Jaj. Bocsánat, remélem nem lehetett halni azt, hogy ásítok. Hát meg igen, akkor megbocs. Ez nagyon-nagyon nagy láma. Ez már fáj. Most az a két Saxton hél mit csinál? Két oldalról jönnék feléjük, azt, vagy felé, azt, a Scout felé, azt már rég meg is ölném. De rosszul rélettem. Ez röhelyes. Ez a kéz, meg ez a fotó. Meg a fejem, lol. Ja igen, meg ez a rángatózás is. Ez az idegbajos rángatózás. De! Azért mondom, hát nem izéve akartam lenni. Na. Most ez mi lett? Ez az engineer, ja. Ja igen, anyád, az mióta tud lőni? De most komolyan az engem, hogy lő? Ajaj.
Ezt megúsztam. De mi ez már, hogy Saxton Hill-lő alapból, sima taunt meg akármi nélkül? Az szopacs. Már bukjuk ezt az egészet. Please don't shoot. Na, lőszerem már van. Anyád! Úgy van! Nagyon-nagyon ügyes vagy, lőjél! Úgy van, nem túl egyszerű amúgy se a Saxtonnak annyi HP-val, meg egy csomó extra taunttal. Most mi van amúgy a kezében? Ez... Ja, nagy hal. Ah, Istenem! Az nem a legjobb rész, azt hiszem. És még haláli ketyegője is van? Az hogy a fenébe? Nézzük már még milyen van. Ja, vágom, azt mondom, ez alapból egy kém, csak hogy... Na mindegy, az olyan, hogy van valamiért fegyver, az cső. De én most egyébként azt hiszem, zárnám is ezt a részt, mert ez nagyon-nagyon nem jött össze, és szarul jött ki ez az egész cucc, úgyhogy... Ja, zárom is ezt a részt, köszönöm a figyelmet. Na, hát nem sikerült ez most túl jól, legközelebb majd jobb lesz, úgyhogy ja, bocsánat. Hát én ezzel most így búcsúznék is. Sziasztok!